Hello, sziasztok, csöves vlogok! Nem rontottam el. Nagyon. Ugye a 4-esben, amit mértem, a 6-5PS-vel, ugye csak a 6-5PS része van, meg nincs meghajtás, de nem is lesz LCC82-es meghajtás, mert ugye kevés, mert azt számoltam, hogy ugye a hangszóróra mértünk, szóval jelalak a négyszöget se nézzétek komolyan rajzod a hangszórót. De műterelés és hasonló lesz a fast, viszont 1 kHz színosznál, és ez az 1,8 volt, az fél watt 8 ohmon, ugye 1,8 négyzetemper 8, az a 0,40 valami. És azért ugye 3-4 watt, akarok ami 6x6, 36, az már jobban néz ki, ugye? Ha ezt elosztod 8-an, valami olyasmi teljesítményt akarok kihozni, de ahhoz, hogy 6 volt jöjjön ki, ugye most körülbelül 2 volt se jött ki, az 3-szer ennyi kell. Na most a nagy probléma az, hogy ugye 7 volt effektíve hajtottuk az 1.8-hoz, szóval legalább 3-szer ekkora, 21-22, inkább olyan 25 volt effektív kell, hogy tényleg meglegyen a 3-4 wattnak a lehetősége. Na most 25 volt effektívet, az LCC82 egy sima fokozatban 14-szeresen erősít max, de nem max, hanem annyit erősít, az kész. Ugyan tudna 50 volt effektívet, ha előtte lenne jel. Na, ha 14-szeres az erősítés, és legalább kéne a 25 volt, de legalább kéne a duplája. Szóval érted, mindegy, 25 volt kéne. Jaj, azt akarom végre kinyögni, hogy ahhoz ilyen 2 volt effektív bemenők kellenek, meg én a 28 mondjuk, és 2 volt effektív bemenő az kevés egy erősítő bemeneté, márhogy sok, hogy azt egy CD lejátszó azt tudja, ugye azok nem mehetek, de hát ha valaki magnót köt rá, vagy szalagos magnót, vagy valami más berendezést, a régi DIN szabvány szerinti 500 millivolt már elég volt egy kimenetre. Na jó, hát a jobbak azok már nem, azok már mentek. Meg az én dokkom is azért már 5 volt pp-ket nyom. Na, szóval a lényeg, hogy így ezért kell eljönni edzeni. Nem csak azért, hogy egészséges legyél, hanem hogy tudják gondolkodni, hogy nagyobb erősítésű első fokozat kell. Meg is látom megépíteni, és hát 6N2P-m nincs, viszont van LCC83-am. A 6L2 úgyis, minthogy harajlás lenne, ugye mutatom, amit ott, de mindegy, nagyon jó cső. Megérdemel egy jó kis LTC83-as fokozatot előre, úgyhogy az ötödik részben már LTC83-ra épülünk, és akkor úgy majd műterhelésen végigmérjük, hogy mit megy, meg hát azt még kicsit nyírbálom azt a részt, mert akkor már meg kéne mérni a fogyasztást, és a második fokozatot, szóval a sztereó fokozat, a másik csatornát is modellezni műterhelés, és ráakasztani egy órára a trafóra, ahogy a tápra, hogy bírni fogja egy fűtés terhelés is, még egy 800 mA a 6 voltra. Ha lenne skálaizom 3, akkor azt még rákötném, de lehet, hogy van egy 6V3 eszem valahol, ami halott, és a fűtése jó műtehernek. Aztán durván ennyi, ez lesz a folytatásban. Iratkozzatok fel, nem maradjatok le semmiről, és hallgassatok ti is csöves erősítőt, ha épp nem edzetek. Vagy építsetek, sziasztok!